A Magyar Kajakkenő Szövetség égisze alatt elindult a négy fordulóval álló sárkányhajó országos roadshow, és ezekre a versenyekre nem azokat a gyerekeket várják az általános és középiskolai korosztályból, akik egyébként is részt vesznek a versenysportban, hanem kimondottan a kezdőket, az igazi amatőröket. Itt a cél az, hogy a fiatalsággal ismertessük meg magát, a vízsportot, a vizet, hogy a fiatalságot is bevonjuk magába a sportéletbe, barátkozzanak meg vele, tanulják meg az alapokat. A roadshow egyik állomása a négy közül Fad Domboli volt, köszönhetően a Tolnai Sárkányhajó Egyesület aktivitásának, akik pályáztak, majd felvállalták a verseny szervezését. Több iskolára számítottak, de így is egy jó kis hangulatos versenyt tudtak rendezni. Nagyon sok iskolába írtunk, de nem annyira éltek a lehetőséggel. Tehát most ez a program az úgy alakult, hogy gyereknap, tehát nagyon sok olyan rendezvény volt, ahol részt kellett vegyenek. Tehát Tolnáról van két általános iskola, a Vosinski, aztán a Szekszárdról van egy iskolánk, a gyakorlóiskola. Középiskolában van három, a Csapodánél, vagy középiskola, az Ady Endre középiskola, és van egy bogyiszlói középiskola, tehát a bogyiszlóiak álltak össze, mint középiskolás. Apropó Bogyiszló, a település már régebb óta igyekszik bekapcsolódni a sárkányhajózás országos és megyei vérkeringésébe. Egy a többihez nem hasonlítható retróhajóval jöttek, amit egy helyi ácsmester készített. Egy 10 férőhelyes hajónk van, amivel sokkal nehezebb menni, mint a sárkányhajóval, és hát igazából egy héten ugye a tesi órákon szoktunk csapatokba evezni, és akkor ilyen kisebb osztályversenyeket szoktunk csinálni. Kormányosunk az úgy van, hogy akit megkértünk, a dobosunk pedig... Hát nem szoktunk mi dobolni egyébként, szóval nem sűrűn csináljuk ezt, de viszont ügyesek a lányok. Így igaz, hiszen a 150 méteres pályán az időfutamokban a bogyiszlói hajó volt a leggyorsabb, ami reményekre jogosított fel a harmadik futam előtt. Ugyanezt elmondhatták magukról a tolnai csapat tagja is. Az első futamban szintén elsők lettünk, és másodikban is sikerült az elsőt elhozni. Szintén a kormányosok képzett emberek, és ők megmutatják, hogy hogyan kell a technikát, mire kell figyelni. Nagyon jó csapatépítő sport. Most délután is cégek fognak versenyezni, és családok. Egy borzasztó jó sport, ami összehozza az embereket. Ha már szabadidősportról van szó, a Diák Roadshow-val párhuzamosan a felnőtteknek, baráti társaságoknak is rendeznek versenyt mind a négy futamon. A rendező Tolnai Egyesület meghívta erre az alkalomra a szerbiai Bezdán csapatát, amelyel évek óta jó kapcsolatot ápolnak, részt vesznek egymás versenyén. Legutóbb éppen a tolnaiak jártak Bezdán. Négy évünkbe tellett, mire egy pályázat során tavaly nyáron ebben az időben tudtunk venni 2 20 személyes hajót, és így tudtunk elkezdeni rendesen edzeni, versenyeket szervezni, aminek az eredménye is volt ez a múlt heti sárkányhajózás. Ami a roadshow további folytatását illeti, legközelebb Baján, aztán Kalocsán lesz verseny. A diákoknál az egyes fordulók győztesei meghívást kapnak a szeptemberi országos döntőbe, amit Sukoron rendeznek.